Sziasztok! Ebben a videóban egymásnak rendeltünk ruhákat, méghozzá teljesen meglepetésből, szóval, hogy egyikünk se tudja, hogy a másik miket válogatott neki. Igen. Néhány kis segítséget esetleg adtunk, hogyha én vágytam valamire, vagy nem vágyott valamire, akkor egy olyat mindenképpen raktunk a csomagba, de most itt van egyébként, ebben a nagy zsákban. Igen, és kicsit piszkos. Szóval négy hittől válogattunk, és 5-5-5 fejenként, tehát mind a ketten 5-5 ruhát kapunk. És szerintem kezdjük sem megérni, mert én már nagyon izgatott vagyok. Jó, akkor csak innen lentről fogom kiszedni. Jó. Az a baj, hogy amúgy én hirtelen nem is emlékszem, hogy pont mit rendeltem neked. És mármint, hogy így. Úgyhogy majd így gondolkozz, ezt én rendeltem neked. Na, akkor kezdhetünk. Na, szóval ez az első. Ez egy pulcsi, ahogy látod, sárga, és van rajta egy ilyen szürke-fekete minta, vagyis hát az alsó fel az konkrétan fekete. Úgyhogy... Köszönöm a karácsonyt! Igen, akkor ki is nyitom. Karácsony! Úristen, na jó. Ez jó döntés volt, Panni, mert nagyon-nagyon kevés olyan cuccom van, amik ez ilyen tipikus, ilyen kényelmes és kicsit ilyen sportosabb darabok. Az általában mindig neked van több. Hát és a színél pedig odáig vagyok, mert ez a mustársárga, ez nagyon-nagyon tetszik, szóval ezt valami eltaláltam. Köszönöm, úgyhogy. Először egy másik színben volt, szerintem az volt az, ami kifogyott utána, és akkor egy újat kellett választanom. Nagyon, nagyon tetszik. De örülök, hogy tetszik. Jó, meg a nékides ruháknak alapból mindig annyira jó így az anyaga, szóval. Aha. Szóval ez eddig remek. Akkor már kereskedjünk? Jó, megvan, témáztatom neked. Ú, de jó, ezt szerintem nézte egyébként. Van egy felső, ami egy hosszújú felső, mert ja, annyi volt, amit megszoktunk, hogy őszi darabok legyenek, igen. Szóval ez itt most egy őszi verzió ebből. És nincs kinyugodtam. Szóval így néztem, és így ez teljesen pannis. Biztos vagyok benne, hogy egyébként ezzel szemeztem én is, lehet, hogy nem magamnak, hanem neked, de ez nagyon király. Főleg azért, mert hosszújú nincsen, szóval kb. Egy vagy kettő maximum. Mindig rövidúj, és akkor pulcs még télen is. Na, de ez nagyon-nagyon tetszik, köszönöm szépen, így, hogy megy a teruhádnak. Ja, igen. Csíkos. Ez az enyém? Igen. Úristen. Ó, hallod, annyira régóta szerettem volna egy olyan elegánsabb nadrágot, ami rózsaszín. Igen. És soha nem mondtam, mert így nem volt ez olyan, hogy erről beszéljünk. Erről. Nem beszélünk ilyen dolgokról. Úristen, hát ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Remélem nem túl vékony, mert kicsit így átszínál minden. Hát nem, hogyha így rajta van a bőröm, meg a méret az biztos, hogy jó, mert azt tudom, hogy ez jó szokott lenni a halmutosabbból. Remélem, Isten. Nagyon király. Na jó, hát elég valamit felpróbáljam, hát ez nagyon-nagyon tetszik. Ez nagyon jó lesz, ezt úgy várom. Okay. És először mikor leadtuk a rendelést, akkor visszaküldtek pár dolgot, hogy ez már kifogyott, és egy kifogyott ruha helyett választottam ezt, és úgy néz, hogy ezt a sors akarta. Erre emlékszem. Tényleg? Uh-huh. Nem baj. Akkor... Ez nem baj egyáltalán. Ú, de király. Igen. Hanem olyanokat adunk, tényleg így, ahogy én így megakadt a szem konkrétan, amikor így nézegettem a ruhákat, csak aztán nem választottam magamnak, vagy neked. De hát ez nagyon jó. Igen. Úgy, vagy tudom, hogy ilyen póló ruhás, tudom. Igen. És ugye van az a feketén. Tudom, igen. És a piros színt is imádom. Ja, és kicsit megijedtem, mert múltkor egy piros pólót vett, egy sima pirosat, mondom, és ez is ugyanolyan, csak egy felirattal, akkor ez nem akkora különbség, de hogy ilyen ruhában ez nagyon jó. Ezt én rendeltem? Na, ezt én rendeltem neked. Ja, jó. És így tényleg nem emlékszünk rá. Szóval tessék. Köszönöm, úristen, mennyi póló. Mert ja, mert hogy felsőket szeretném. Igen. De lesz is, ami nem felső, mondjuk innentől már azt hiszem. Ja. De ez annyira tetszett, mert ez ilyen vicces, és ilyen izé... Szerintem egy telemon grapefruitot, de ez jól néz ki. Jó, akkor örülök. Jó, meg mindig újabb darab a majdnem fehér pólókból. Igen, az meg a másik. Még mindig nincs egy sima fehér pólóm, igen. De semmi gond. De hát ezeket mindig jól tudod hordani igazából. Na, ez... Ja, én ezt választottam neked. Mi? Jézusom! Azért, mert emlékeztem, hogy mondtad egy ilyen ilyesmi szabású jackire, hogy nagyon tetszik. Igen. Hát ez nagyon-nagyon tetszik, főleg úgy, hogy ez vékony anyagból van, szóval bőven most erre az őszi időszakot tudom úgy hordani, hogy ne süljek meg, de hogy így napközben is végigöltem, hogy a halapában megyek suliba. Ez az a retro, nagyon jó retro. Az egy igen. Kis fejpant kell hozzá. Az igen. Úristen, hát nagyon zseniális. Tényleg nagyon tetszik. Akkor igen. Bár, hogyha megvedeltük egymást, akkor ugyanazt én beszorok. Nem, az egyik az egy alsó rész. Mindegy, ez az alsó rész. Ezt én rendeltem neked. Ezt rendelted nekem? Ez szoknya, egy szoknya, nem? Igen. Ez kört. Akkor lehet. Ez meg egy nadrág. Ez,
Ez a, ugyanaz a verziója. Te biztos, hogy nadrágot rendeltem. Igen, én nadrágot rendeltem neked. És én majd akkor is szoknyám nekem. Igen, biztos. Tudom, hogy már hetekkel ezelőtt volt, úgyhogy... De ez az új kollekcióban volt benne. Igen, igen, igen. És konkrétan megrendeltük egymásnak ugyanaz, csak ő a szoknyám verziót nekem, én meg neki nadrágot, mert... De jó. Amúgy, és emellett pedig, hogy ez viccesen jött ki, Panni, konkrétan én majdnem pár nap ezelőtt megvettem egy ilyesmi szoknyát. Gondolkodtam, hogy zöld legyen vagy bordó, aztán végül hagytam, hogy mindegy, inkább akkor most nem költem rá a pénzem, és így konkrétan, hát ez... Nagyon jó. Semmilyen akkor ennyi volt szerintem, nem? Nem, még van még egy. Még van egy. Meg itt van még egy ilyen. Ja, igen! Ja, persze, mert rendeltem neked egy kiegészítőt. Én pedig neked egy kapusznis pulcsit, mert ja, azt mondtad, hogy szeretnék kapusznis pulcsit. De jó, köszönöm. És ez a szín nekem nagyon-nagyon tetszik, annyira őszies szerintem. Aha. Bocsánat. De jó. Ez nagyon jó, mert egy kis vékonyabb. Úgyhogy, mert most van egy hoodie, ami vastag. Aha. És ez meg tök jó. Oh, nagyon jó a színe is. Oh, ez nagyon tetszik, köszönöm. Szívesen. Na, nagyon. Nem ennek olyan jövőt, hanem akkor a másnak. Szóval, és akkor még én ezt választottam, mert egy ilyen benne van. Jöjjönatok. Mikor mondtam ki? De valamilyen szintén egy kis búcsójándékok is egymásnak. Igen, most már nagyon. Nagyon közvetünk a közös videóknak a végéhez. Wow, Jézusom, hát ez is nagyon menő. Ezt elképzelem ezzel a idével. Még ezzel vagy a szoknyával. Ez most elég retro lett, de nagyon jó. Félbevalóról beszélünk amúgy. És jó, mert nekem csak, hogyha valamilyen nagy félbevaló van, az mindig karika, vagy valamilyen furcsa ilyen geometriai ábra, vagy alakzat, vagy minden, hogy ez így... Tanni, hát ez nagyon jó. Tetszik. Ja, szóval, na jó, hát köszönöm. Ez nagyon jó volt, egy kis karácsony. Én nagyon szeretem a meglepetéseket is. Én is, és már annyira vártuk, hogy megjelenek a ruhák. De közben meg egy olyan embert, akitől tudom, hogy tudja, hogy én mit szeretnék, vagy hogy így milyen az én stílusom. Igen, igen. Nagyon-nagyon jó volt. Na jó. Köszönöm. Hát akkor ennyi lett volna ez az őszi ruhafelpróbálós videó. Reméljük, hogy tetszett nektek. És hogyha így van, akkor mindenképp írjátok meg, mert amúgy egy téli verziót is csinálhatnánk majd, hogyha hazajössz. Ugye január környékén mondjuk, akkor simán tudunk csinálni egy téli verziót ebből, és az nagyon-nagyon jó lenne szerintem. Jó, jó. Szóval ennyi lett volna, és találkozunk a következő videóban. Igen. Sziasztok!